Jövel, Szentlélek Lélek Úristen, könyörülj rajtunk, hálát adunk neked ezért az alkalomért, kérünk, hogy jelenj meg közöttünk, áld meg a gyülekezetet, az együttlevőket, az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, könyörülj rajtam is, Uram. Amen. A Jónás próféta könyvéből olvasom Istennek az igéjét a Jónás próféta könyve, első rész, első három verse. <kül> És lőn az Úrnak szava Jónáshoz, az amittai fiához mondván, kelj fel, menj Ninivébe, a nagyvárosba, kiáts ellene, mert gonoszságot felhatott elémbe. Felkelt Jónás, hogy Tárzisba szaladna az úr előtt, lement azért Jáfóba, talált egy hajót, amely Tárzisba ment, megadván a hajóbért, beszállt abba, hogy Tárzisba menne az úr színe elől. Nagy vihartámad, ő pedig mondta a hajósoknak, fogjatok meg és vessetek engem a tengerbe, és megcsendesedik a tenger ellenetek, mert tudom én, hogy miattam van rajtatok ez a nagy veszedelem. Szeretettel köszöntelek benneteket én is. Több vagy sok alkalom volt itt Boldván, és ezeken az alkalmakon több alkalmon is részt vettünk a gyülekezetünk tagjaival. Lelkipásztor családhoz szeretett kötelékek köt össze, Köszöntöm a gyülekezet presbitereit, tagjait, akik eljöttek ide ma este. Az igénk Jónás története, akit Jézus Krisztus is emlegetett, hogy amint Jónás három napig volt a cethagyomrában, úgy lesz az emberfiának eljövetele is. Miről is szól ez a történet? Nem csupán a cetharról, hanem arról, hogy Isten megszólítja az embert, találkozik az emberrel, és az embernek engedelmeskedni kell az Úrnak. Evangelizációs hét van, nem tudom mennyien vannak itt köztetek, akik hisznek az Úr Jézus Krisztusban. A cél, hogy Isten megszólít téged, valamit akar a te életedben és életemben. <kül> Magamról még annyit, hogy miután leégett a házunk eleje, szétosztottam a könyveket, vagyont, mindent, és kérdeztem, hogy mi itt az érték, miért is éltem, három célom volt. Az egyik az, hogy emberek eljussanak Krisztushoz, a másik az, hogy keresztény családok legyenek, és a harmadik, akármilyen furcsán is hangzik, a magyar nemzetünk. Tehát Isten család haza. Hát ez bevezető, és akkor térjünk Jónás történetére. Lőn az Úrnak szava Jónáshoz. Valószínűleg biztos, hogy már elhangzott sok prédikáció erről, de mégis megkérdezem, hogy tulajdonképpen ki volt ez a Jónás? Öreg volt, vagy fiatal, szegény vagy gazdag, családos vagy család nélküli, először szólt hozzá az Isten, vagy már tizedjére szólt hozzá, és mindezekről nincs szó a Bibliában. Csak annyi, hogy az Úr szava lőn Jónáshoz. És amikor ezt mondom, hogy Jónás életéről nagyon kevés bemutatkozás van, és nem tudjuk pontosan, hogy mikor él, nem is mentem bele <kül> ebbe a fejtegetésbe, de amikor Jónás él, akkor ilyen kérdések foglalkoztatnak bennünket, hogy a életem, a család, a munkahely, a betegség, a egyház esetleg, és sok ilyen egyéb kérdés, és erről kellene beszélni. És milyen könyve ez a Jónás könyve, hogy erről egy csupa hallgatás van. És nincs egy szó se, hogy Jónás csak annyi, hogy az amittai fia. Miért? Azért, mert az étel, az ital, a lakás, a munka, a mindennapi gondok, a <tört> olimpia, téli olimpia, mindezeknél nagyobb és fontosabb az Úr, és a Biblia csak a fontos dolgokat hozza elő, és a mellékes dolgokat nem részletezi. Igen, élünk, kenyérkel, dolgozunk, család, szerelem, ház, építés, pihenés, egyebek, de a legnagyobb az mindezekben, hogy az Úr szólt te hozzánk, hallottam-e Istennek a szavát, megszólított -e engem, és megcselekedtem -e, amit az Úr mondott. Az Úr szól hozzád, hozzám ezeken az estéken. Jónás az amittai fia, az Úr megszólítja. De hogyan szólít meg Isten bennünket? Megszólíthat álomban, megszólíthat templomban, az ige hirdetésben, megszólíthat, amikor a Bibliát olvasod, amikor érettségi után nem kívántam lelki pásztor lenni, de azért féltem Istentől, hogy hát uram, ha oda hívsz, hát akkor mondd meg. És Isten megszólított, és ezt az igét adta a zsoltárok könyvéből, hogy pap vagy te mindörökké, és megértettem, hogy ez az igé, az maga idejében máshoz szólt, de most ez pontosan hozzám szólt, hogy oda kell mennem, a lelkészi szolgálatra. Tehát a lelkész prédikál, és a prédikáció alatt megszólít téged az Úr, hogy jaj, ez most nekem szólt éppen. Tehát szólhat a Biblia által, szólhat az ige hirdetés által, szólhat álomláltal, sokféleképpen szólhat az Isten, de a Jónás történetéről csak annyi van feljegyezve, hogy Jónás az amittai fia. Jónás az Úr megszólítja. Jónás ezt az üzenetet kapja, kelj fel és menj Ninivébe, és nem véletlenül vagy itt, az úrral lehet itt találkozni, az úr szólíthat meg téged, és nem csak a családi dolgokról, a sportrendezvényekről, a szomszédodról, a falusi vagy városi plegykákról akar beszélni veled, hanem önmagáról, az ő akaratáról. Megszólítja Jónást, és ezt mondja neki, kejj fel, és menjen Ninive-be. Jónás okos ember volt. Átgondolta ezt, hogy menjen nyugatra, vagy menjen keletre. Ninive keleten fekszik, jó messze Zsidóországtól. Hát Tarzisz, ez közelebb van, és hát az Istennel perel Jónás. Miért menjek én oda? Pont én menjek oda. És hát Ninive egy nagy város, és mit mondjak én a Ninive belieknek? Nem hallgatnak rám. Lehet, hogy agyon köveznek. Ennek nem sok értelme van, Uram, hogy engemet küldesz. Meg én elég fiatal vagyok, vagy elég öreg vagyok, már fáradt vagyok. Ki tudja, hogy mi történik velem az úton. Jónás nemet mond az Istennek. A jellemzője életünknek, hogy amikor szól az Úr, nem szívesen hallgatjuk hogy nekem szólt, nekem mondta, hogy békülj ki a te atyát fiával, vagy hordozd el a te terheidet a te testedben, vagy hordozd el a te gondjaidat, anyagi gondjaidat. Nem olyan könnyű figyelni Isten szavára, és hallgatni Isten üzenetét. És Jónás egy komoly ember, komolyan átgondolja a dolgokat, és ezt kérdezi, hogy nekem mondod, Uram, hogy pont én menjek. Hát van ott más is, vannak más proféták is, lehet, hogy több proféta élt ott Jónás idejében. Küld azokat. Miért pont engemet? Egyébként ennek az útnak, Istenem, nincsen semmi értelme. Ez egy értelmetlen dolog. És én futok a te színed elől, és én nem akarok Ninivébe menni, nem akarok oda menni, amit te parancsolsz, hanem én kiválasztom az útat magamnak, és oda megyek, ahova én jónak látom. Lemegy Jáfóba. <kül> Talál egy hajót, megszámolja a pénzét, megveszi a hajóbért, a hajó a hajóbért, aztán beül a hajóba, és Jónás fut Isten színe elől. És az emberiség történelmét ez jellemzi, hogy futunk Isten színe elől. Isten mond valamit, hogy ezt tedd meg. És én azt válaszolom, hogy azt nem. Azt tudom, nem. Az nem az én dolgom. Jónás menekül, hogy ne is találjon meg az Isten, lemegy a hajó fenékre, és ott lefekszik, és elalszik, hogy menekül az Isten elől. Lehet elmenekülni az Isten elől? Ismeritek a történetet. Ha az égbe hágok fel, ott is ott vagy. Ha a föld mélyébe megyek, ott is ott vagy. Te mindenütt jelen vagy, aki teremtetted az eget és a földet. Isten elől nem futhatunk el. El lehet futni, el lehet menekülni, de a végét lásd a dolgoknak, hogy menekülök az úrtól, és mi lesz ennek a vége? Jónás alszik, a vihar fölgerjed, a hajó ide-oda hánykolódik a habokon, a hajó terhét bedobálják a tengerbe, és kérdezik, hogy miért van rajtunk ez a veszedelem. Itt valami történt, valami nincsen rendben és kutatják a dolgot, és még sorsot is vetnek, és hát a sors Jónásra esett, tehát ez nagyon gyanús ez az ember, lemennek és felköltik, hogy Jónás ne aludj, ébredj. Ebben az a kép is benne van, hogy Jónás, Isten gyermeke, aki az Anyaszent Egyházhoz, Isten népéhez tartozik, alszik, és mit csinál ma az Egyház? Az Egyház alszik ma. Alszik. Nem, nem érdekel, de segítsz, érdekel, hogy mennyit segít viszünk. Érdekelnek az iskolák, érdekelnek a templomok, a felújítás, a kultúra. Ha előveszük az egyházi lapot, egyebet se találunk benne. Csak ilyen cikkeket. Az egyház alszik és nem törődik az emberekkel. Jónásnak ott bizonyságot kellett volna tenni a hajón, de nem tesz bizonyságot, hanem alszik, menekül az Isten elől. Megértem Jónást. Én is menekültem Isten elől sokáig, amikor hívtak konferenciára, alkalomra, menekültem. Nem akarok elmenni, mert ott meg kell térni, és én nem akarok megtérni. Én nem akarok Istennek engedelmeskedni. De felköltik Jónást, hogy ébredj te nagy alvó, ki vagy te? A hajósok körülállják, és kérdezik, és vallatják, és Jónásnak vallani kell. Hát én Héber vagyok és az egek urát, az élő Isten szolgálom, aki teremtette az eget és a földet. Milyen hazug beszéd ez, hogy az élő Isten szolgálom, aki teremtette az eget és a földet. De hogy szolgálja? és hozzáteszi mindjárt, hogy hát ez a kis balhé, ez a tengeri vihar, ez miattam támadt, mert nekem azt mondta Isten, hogy menjek Ninivébe, napkeletre gyalog, és én felszálltam erre a hajóra, megyek nyugatra, valahol Spanyolországban van Tarzisz, és én megyek oda, és én futok az Isten színe elől. És Jónás elkeseredett, és úgy látja, hogy neki van igaza, és nem az Istennek, és mindjárt ajánlja is a tudósoknak, a hajósoknak, az embereknek, akik már árut beledobálták a tengerbe, <kül> hogy fogjatok meg engem is, dobjatok a tengerbe. Jobb, ha ott halok meg. És ott elrejtőztem Isten szín elől örökre. És az öngyilkosok száma, Magyarországon elég sok, de az oka az orvosok szerint elme baj, Aki már nem lát semmi kiútat, és nincs semmi megoldás, és Jónás is csak ezt a megoldást látja, hogy fogjatok meg, és vessetek a tengerbe. És az Isten ott könyörüljön rajtam, vagy ott fussak el Isten szín elől örökre. A hajósok még próbálkoznak, még imádkoznak, hogy Urunk, könyörülj rajtunk, fogadj el bennünket, bocsáss meg az emberért, és te vagy az élő Isten, te vagy az élő Úr, és most megfogjuk Jónást, és bedobjuk a tengerbe, és bocsáss meg ezt a gyilkosságot, <coughs> bocsáss meg nekünk, urunk. És megfogják Jónást, bevetik a tengerbe, és ahogy bevetették a tengerbe, a vihar csendesedett, a tenger hullámzása lanyhult, <coughs> és a hajó csendesen ringatózott tovább a tengeren. Szeretett testvérek! <coughs> Jónás menekül, Isten szín elől, és református egyházunk többsége, <kül> menekül Isten szín elől, és Magyarország menekül, <kül> menekül Isten szín elől. Ennek a bizonyítéka az, hogy azt hiszem két vagy három ezer a város lakossága, vagy négy ezer, és ennyien vagyunk itt hol van a többi? Hát kérem, most megy a, most megy a téli olimpia. Hát nem is veszitek kész, hogy nézitek meg este. <kül> vagy olyan fáradt vagyok már, vagy örülök, hogy hazamentem a munkából. És örülök, hogy együtt vagyok a családdal, vagy nem vagyok együtt a családdal. Hagyjanak békén, kikapcsolódom. Menekülünk az Isten szín elől, és futunk az Isten színe elől. De meddig lehet futni, Meddig lehet menekülni, amíg Isten meg nem állít? És ez kegyelem, ha Isten megállít bennünket. Kegyelem, hogy Isten megállítja Jónást, megállítja a hajósokat. Kegyelem, ha beszél hozzád. Ne fuss el Isten színe előtt. Ne fuss el az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet hanem hajtsd meg a fejedet lassan az Úr előtt, és mondjad, itt vagyok, Uram, <kül> szólj, Uram, legyen meg a te akaratod, <kül> és megteszem azt, amit te mondasz, amit te parancsolsz nekem, és oda megyek, ahova te rendelsz, azt teszem, <kül> amit te parancsolsz, és a te engedelmes gyermeked leszek. Jónás fut, és azt gondolja, hogy elmenekülhet Isten színe előtt, hát a hajóban alszik Tárzis felé, berobják a tengerbe, és úgy gondolja, hogy teljesen elmenekült Isten szín elől. Isten kegyelmes hozzánk, irgalmas hozzánk, és egy megoldást készített, ez a megoldás a Golgotha hegyén látszik, Jézus Krisztusban. És Jézus Krisztus véréért vehetjük a mi bűneink bocsánatát, Jézus Krisztus vérét vehetjük a kegyelmet, és Krisztus vérét megszólíthatjuk Istent, úgy, mint mennyei Atyánkat. Krisztusban van a megoldás, és Krisztusért van a megoldás. És ma este, és ezen a héten, és mindig menekülj oda Jézus Krisztushoz, és mondjad, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? és amit te akarsz, azt teszem meg, és azt cselekszem a te nevedért, a te dicsőségedre. Fogjatok meg, vessetek engem a tengerbe, és ti megmenekültök, és Jónás miatt elvészhet a hajó, de ha Jónás bedobják a tengerbe, megmenekülhet a hajó, és ha Isten megújít bennünket, megmenekülhet boldva. Megmenekülhet ez a gyülekezet, megmenekülhet a család, csak Krisztus érdeméért, csak Krisztus által, ingyen kegyelemből. Amen.